1848. szeptember 29-én a Pákozd, Sukoró és Pátka által határolt területen vívták a magyar szabadságharc első csatáját. A forradalom hatására felállított honvédcsapatok ezen a napon indultak először harcba az ország függetlenségéért. A Móga János altábornagy vezetésével felvonuló magyar huszárok, honvédek és nemzetőrök a csatában megállították és meghátrálásra késztették Jelasics horvát bán csapatait. Pákozdi diadal reményt adott az önvédelmi harc folytatásához, és lehetővé tette, hogy az ország többi részén zavartalanul folyjon a fegyvergyártás és a haderőszervezés, amely kulcs szerepet játszott a Magyar Honvédség létrejöttében.